Szabó, ez lövőhelyzet. Szabó meg is küldi! Gyönyörű lövés volt. Szabó 2, Zsolt majdnem meglepte Turit. A kapus is hozzáért a labdához, de szerintem végül is a kapufa segítsége is kellett ahhoz, hogy ne kapjon gólt az Zalaegerszeg a második percben. Az első hazai szög lett tehát. Egy fejes gól! Siklósi! A kapufa után néhány másodperccel megvan a vezetés. Radojičić szögletét csúsztatta a hálóba Siklósi Csaba. Ennél jobb kezdés alig ha kell a Debrecennek. 1-0 a harmadik perc elején. Radojičić. Siklósi. Ez jó! Bajzárt helyzetben Turi nagyot védett. Nagyon aktív a Debrecen. Bajzárthoz nagyon közel volt Turi. Ezért a csatár nem tudta elrúgni a labdát a kapus mellett. Bajzárt még. Kétszer is becsapta Rótot Bajzárt. Bőr teszi tovább, helyzet! De mekkora helyzet maradt ki. Radojičić találta el rosszul a labdát. Nagy Lajos már. Waltner dobná támadásba. Palog jött ki. Üres a kapu. Ellövi Bonkis egyből. Remek észrevétel volt. Rót áll a labda mögött. Nagy Lajos. Rót megint. Ellövi keményen. Nagy védés volt. Balog remekül rajta volt a labdán. Nem tudta meglepni Rót. Az első zalaegerszegi lehetőség a 20. percben. A negyedik debreceni szöglet, de az első a túloldalról. Ezt most Szabó 2 Zsolt végzi el. Megpördítették, és ott maradt még a labda. Ulvecki! Belelépnek a lövésbe. Ulvecki lő! Lábbal kell hárítani a végül is Turinak. Siklósi. Bernáttal nagyon szépen háromszögeli ki a zalaegerszegieket. Bajzárt, rendkívül erőszakos, Gál mellett Bajzárt, keményen meglőtte, aztán az ismétlés. Megint csak Kurié. Nagy Lajos, Waltner szépen mutatja most magát. Waltner jól tolta meg, szerintem 11-es. Mit mutat Szabó? Sárga lap és 11-es. Balogh János kapta a sárga lapot, véleményem szerint igaza van a játékvezetőnek, hiába reklamálnak a debreceniek. Kisodródott Waltner, rossz ütemben ért oda a kapus. Büntető tehát az Zalaegerszegnek a 42. percben. Betörés pillanatában visszahúztam a kezemet, és egyszerűen csak elesett magát, szóval nem értem hozzá a játékoshoz. Ha netán majd a visszajátszás azt igazolja, hogy hozzáértél, ahhoz mit szólsz? Akkor elfogadom, de én most azt állítom, hogy nem értem hozzá. Egresi fogja elvégezni a büntetőt. Mellé rúgja Egresi. Borzasztó gyatrán rúgta Egresi a 11-est. Úgy látszik, hatással volt rá az a közjáték, ami a büntető elvégzése előtt zajlott le. Alexics. Vadiska csúszik el, nem bántották. Nagy Lajos. Remek csel volt. A labdája is kitűnő, ezt most nem értem. Szerintem nagyot hibázott a játékvezető, hiszen Egresi gólhelyzetben volt Nagy Lajos indítása után. Szabó játékvezető megállította a játékot, és Vadicskának sárga lapot adott. 45. perc, Rót teszi le, Bonkis, kemény lövés! Balogh János nagyot védett most. Gál. Rót. Még jó lehet, Kocsárni meglövi, keményen megpattan gól! Az első félidő utolsó perceiben feltámadt a Zalaegerszeg, és ennek most góla jutalma. Kocsárni lövése középen megpattan, talán Alexicsen. 1-1 tehát az első félidő 47. percében. Kocsárdi Gergő lőtt el keresztbe a labdát, én ösztönszerűen beleértem, mert úgy éreztem, hogy mellé ment volna, és tényleg mellé ment volna, beleértem ösztönszerűen, és így ment be a hosszú sarokba. Tehát én rúgtam a gólt magyarul. Egresi nincs les. Egresi nagyon jó ütemben kapta a labdát. Egresi beteszi középre, Nagy Lajos jön, mellé rúgja. És
mit teszi be? Bajzárt, még mindig ott van a labda. Mehet tovább, nem történt semmi. Innen nem láttam, hogy kezezette bárki is. Minden esetre elég furcsa jelenet volt. Waltner egyedül mehet, remekül lép ki két ember között, Hanák üldözi Waltnert, és parádésan csúszik be végül is Hanák. Alexics Bajzátot keresi a labdával. Bajzát, ezt jól vette észre. Bernát a hosszú oldalra íveli. Többen is ott van, a Kulvecki érkezik, meglövi, még jó lehet. Radojičić hagyta ki a meccslabdát. Közvetlen közelről mellé tudta rúgni Radojičić. Máté ugrik, Vadicska nem találja el a labdát, Vadicska, ott van még, ez 11-es. A 91. percben 11-eshez jut a Debrecen. Ez is jogos büntető. Bonkis sárga lapot is kap. Elhangzott már a sípszó, Radojičić javíthat az elrontott zicsere után, meg is teszi. 2-1-re vezet a Debrecen a második félidő 46. percében. Alig, hanem ez a vége. Nagyszerű első félidő, közepes második, és a végére a csattanó. A Debrecen 2-1-re győzött, és ezzel megszakította a zalaegerszeg tavaszi veretlenségi sorozatát. Első félidő utolsó 10-15 percében már jobban játszottak. Azt is el kell mondani, hogy az első 25 percben sokkal jobban játszott a Debrecen, és az utolsó, a félidő utolsó 15 percében mi játszottunk jobban. Másik félidő ellenben nagyon sok kidolgozott gólhelyzetünk volt, azt illet volna egyet vagy kettőt értékeset írni. Kapott a Zalaegerszeg egy 11-est. Én onnan a kispadról úgy láttam, hogy büntető, tehát nekem onnan jogosnak tűnt a büntető. Ezt kihagyta a Zalaegerszeg, ami végül is nagy meglepetésre nem minket nyugtatott meg, hanem a Zalaegerszeget, mert utána még volt két helyzet a Zalaegerszegnek, és hát az egyiket berúgták. Bízunk benne, hogy ezt a küzdeni tudást és azt az akaratot még hozzá tudunk tenni egy kicsit jobb játékot, akkor azt hiszem, hogy a videóton mérkőzésen is tudunk venni.